Sziasztok! Egy újabb szerda, úgyhogy State of the Game. A legfontosabb hír a héten, hogy holnap, azaz május 9-én véget ér a tesztszerver, be is zárják, felgyújtják és a helyét csóval hintik be. Cserébe jövő héten érkezik a harmadik nagy fejezet vagy update, amivel rengeteg balanszolási változást is kapunk, illetve maga a raid is érkezik. Fontos, hogy bár technikailag megérkezik valamikor a héten, a fejlesztők nem teszik rögtön elérhetővé, hogy mindenkinek legyen egy kicsi ideje ráspajozni a bildjén, ugyanis egészen biztosan változni fog rengeteg talent és érték, aminek a végleges listájáról és számairól akkor sem számolnék betételesen, ha meg lenne, de nincs. Meglepi. Vitza félretéve, a jövő héten lesz patch notes, abban benne lesz minden, ahogy a jövő héten derülnek ki majd a pontos időzítések magáról a patchről, illetve a RAID elérhetőségét illetően is. Pár konkrétabb változásról azért esett szó, Ilyen például az, hogy a hardware set sokkoló sebzés helyett skill sebzést fog adni, és mivel ez generikusabb, ezért valahol tekinthetjük buffnak. Az ongoing direktív bármelyik fegyverbe adhat spéci abba is, amivel éppen lősz, továbbá nem csak fegyver kire, hanem bármilyenre. A True Patriotnál a debuff 4 másodpercről 2-re csökken, és a full flag sebzése 50%-kal nő a közeli célpontokra. Valamelyik agyhalott, aki a csekettőt nézi, úgy gondolta, hogy a klánládák túlon túl hasznosak, ugyanis csökkentették a maximum loot darabszámot, ami onnan eshet. Lehet, hogy én egy másik játéka játszom, és másik bolygón is, de nem tűnt volna fel, hogy túl hasznos lett volna bármi, ami onnan esett, vagy hogy kánonban tolták volna a sirámokat a játékosok, hogy OP, igazi bullet dodge a fejlesztők részéről, GG. Növekedni fog nehezebb fokozatokon az npc k által elejtett ambó, ezt tapasztalatból mondhatom, hogy érezhető is volt PTS-en, remélem azért válveregetésre nem számítanak, Csökken az esélye, hogy bármilyen lootból a gearscore átlagod alatti cucc essen, kettős pont taps. Ha az átlag gearscore 500 feletti, akkor csak 500-as cuccokat fogsz kapni az összes Contaminated DZ a Heroic bosszoktól, a Stronghold és a Bounty bosszokból, és a level 4-es control pointok ládáiból. Utóbbiakat végre trükkös módon megnevezik majd a tényleges nehézségi szint szerint, az az a level 1 a hard, a level 4 pedig a heroic control point lesz. Csökkenni fog a veterán, az elit és a nevezetes bosszok sebzése, valamint drasztikusan csökken a tank enemy közelharci sebzése, de ezen felül nörföt kapott az összes NPC könyöke is. Csökkenni fog az ellenséges gránátok pontossága is, és most idéznék a fejlesztőktől, a gránátos NPC-k ezentúl nem egy profi baseball dobójátékos ügyességével rendelkeznek majd. Köszönjük, ideje volt. Kritikus részéhez érkeztünk a fontos változásoknak, remélem mindenki feszülten figyel, ismét szó szerinti idézet következik. A Control Point civil tisztek ezután viselnek majd nadrágot. Bevalló férfiasan nem tudom eddig mit viseltek, de szívből örülök neki, hogy eddigi fáradozásaink valamiféle célt legalább elértek, illetve állítólag ezen felül védőfelszerelést is húznak magukra alkalmasint, sőt, ami egyébként érezhető változás lesz, hogy a civilek sebzésen növekedni fog, ahogy szintezzük felfelé a kontrollpontokat. Habár itt tartunk, jövő héttől a túszmentés áldozatai sem Joe Rambo és McLean szerelem gyermekeként fognak viselkedni, némileg növelve saját túlélési esélyeiket. Az is kiderült, hogy végül nem lesz Gears emelés, azaz nem lesz sehol sem elérhető 515, mert a közösség visszajelzéseiből azt szűrték le, hogy korai lenne. A rengeteg balanszolással és változással mindenki körülni fog, hogyha nagyjából rendbe kapja magát, mire jön a raid. A raidben úgyis érkezik majd új exkluzív gearset és exotikus fegyver, szóval a no-life-oknak is lesz miért grindolni. Nem fűznék ezekhez az eget rengető hírekhez ennyi információ alapján túl sokat, meg amúgy is a pudding próbája pofára esés, szóval jövő héten minden kiderül, addig is a héten lesz live csütörtök péntek szombat, lesz DZ, meg heroik, meg ha Isten és a párt is úgy akarja, akkor nem ez is farm. Tessék velünk tartani itt, Fácsin és Ticsen, bök a subscribe-ra, illetve ha tetszett a videó, akkor a like-ra. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem találkozunk live-on. Sziasztok!